Többek közt ezt a 4 tornyú multifunkciós játékot is abból a 19 millió forintból vásárolták a közparkban lévő játszótérre, amit az új kültéri játszótéri játékok vásárlására különített el az önkormányzat a tavasszal. Jutott az eszközökből a város két óvodájába és az épülő bölcsőde udvarára is. Molnár Rihárd alpolgármester elmondta, több oka is volt annak, hogy a vásárlás mellett döntöttek a meglévők felújítása helyett. Minden évben történtek karbantartások a parkban, illetve az intézményekben és óvodákban, bölcsődékben a játszótéri játékoknak a karbantartását illetően, és többször tapasztaltuk már, hogy ezek a játékok sajnos már eléggé elhasználódtak, elöregedtek, illetve sok esetben már cserére szorultak. Ezt ugye a hatóság is már többször kérte, hogy olyan javításokat kellett volna eszközölni, ami már nem érte volna meg, és azért is döntött úgy az önkormányzat, hogy már nem a felújítások mellett maradunk, hanem új eszközök kerülnek megvásárlásra és telepítésre. Első körben a februári költségvetésben 5 millió forintot különített el erre az önkormányzat, de azt is láttuk, hogy ugye több intézményünk is van, és akkor az összes intézményben, itt a két óvodában, két bölcsődében, illetve a városi közparkban is fogunk telepíteni és vásárolni új játékokat. Ez az összeg lett kiegészítve további 14 millió forinttal. A Hétszínvirág oviban ott már volt olyan, amit megmaradt és használható, azt bővítettük. Oda is kerültek többfajta csúszdás, rugós játék, fészekhinta, libikókák, illetve a Pöttömke óvoda és bölcsödében is szinte az összes játékot lecseréltük, hiszen ott azok voltak a legrosszabb állapotúak. A munkálatokat a FÜV Kft. Lett megbízva, a szállítással, illetve a kivitelezéssel és a telepítéssel. Ezúttal szeretném megköszönni a FÜV Kft. Dolgozóinak az odaadó munkáját, hogy gyereknapra át tudjuk adni a gyerekeknek a játékokat. Sikerült is ugye telepítenünk, ugye az időjárás ellenére, tehát a rossz idő ellenére is. Ugye több tervezés megelőzte a munkálatokat, illetve a szállításban is ugye Budapestről kellett leszállítanunk. Az új bölcsödébe a tervek szerint augusztusban telepítik majd a játékot, míg a közparkban megőriztek minden ott lévő eszközt, addig a Pöttömkében teljesen lecserélték az előregedett játékokat. Most már én azt gondolom, hogy tehát modernizálva is lett, és az, hogy ugye próbáltunk olyan játékot vásárolni, ami az is egy fontos szempont volt, hogy a későbbi karbantartásban bármilyen javításra szólónak ezek a játékok, akkor alkatrészt tudjunk hozzá vásárolni, ez volt az egyik fontos szempont. A másik pedig az, hogy ugye az időjárás, illetve a használhatóságot minél jobban bírják. Tehát az igébe vannak véve a játékok, főleg ugye a közparkban is, hogy minél hosszabb ideig a karbantartást meg tudjuk oldani, illetve legyen hozzá megfelelő alkatrész.